Hát üdvözlök mindenkit, kileg 70 vagyok, és ez a 3D Maze a Unity-től. Főnben áll egy csáv, akinek rászartak a fejére. A játék stílusa is pont olyan, úgy találtam meg a Google Play-be, hogy beírtam, hogy játékok ingyen. Hát elég ingyenes szar, úgy is mondhatnám, hogy olcsó játék hülye gyerekeknek. Én nem azért játszok rajta, hanem azért, hogy senki ne játsszon ezzel a borzalommal. Van itt indítás, értékelés és toplista, összes játékossal persze. Egy izgalmas PlayStation controller, nem tudom milyen controller, inkább PlayStation controller, mint Xbox. Első pálya. Hogy kezd bezárni? Úristen! Vigyék innen! Ne! Azonnal fel is jelentem, nem kell. Ismétlődő. Leszarom. Indulj előre, kérem! Juhú! Start! Oldalra elmegyek ez a toronyhoz. Fölmegyek annyira valahogy, azt hiszem. Igen, így. Fölmegyek a toronyba. Jumpoljunk le a toronyból, kérem. Jump, jump, ó. És túlélte, hát ez akkorákat ugrik komolyan. Hatalmasokat ugrik. És akkor a játék az ilyen. Így. Menni kell a falak között, így erre, arra. És úgy kell azt gondolni, hogy be kell adni neki, hogy erre mennyi, erre mennyi, erre van a jó út, hülye. Egyébként most játszom életemben először a játékkal, 5 percet telepítettem. Már a play-es képe is megfogták ahhoz, hogy ide videó kell. Ide az kell. Tehát, hogy borzalmas. Én is megnyertem, finish. Játszhatom újra, vagy következő menet? Következő menet. Persze, Clash of Kings. Ki akar az... Na most mi van? És... ott az elindítás. Jó van. Itt körbe tudom nézni. Lehet venni Lego Ninjago Budapesten, srácok. Szerintem csapjunk le rá. Inkább megszüntetem a reklámot. Lehet, kicsit megszüntetem. Na, itt vagyok most reklám nélkül. Kicsit már belehaladtam a... menj az arcomból. Kicsit már belehaladtam a játékba, de... az a helyzet, hogy ez a játék nem nagyon szereti magát fölvetetni. Tehát minden második próbálkozásra indítja csak el a felvételt. Ami igazából több játéknál is jellemző. De ennél különösen. Na, nem hiszem el, zsákutca. Múgy labirintusos játéknak elmenne, hogyha másom irányítása lenne, nem ilyen szar. Mert hogy úgy menne el, hogy... a grafikája egész tűrhető, kívül a csávó. De akkor gondoljátok, hogy miért is futom a játékot, grafikája tűrhető, ilyenek. Na, az emberkék mozgása miatt. Ezt kapjátok, ekkorákat ugrik. És néha megáll, de nem lehet felugrani a fal tetejére, mert úgy is tudták, hogy mindenki meg fogja próbálni. Mégse tették valahogy felugorhatsz a fal tetejére. Nem tudsz felugrani a fal tetejére. Nem mondtam, hogy gyere be ide. És közben ugrik, érdemes meghallgatni ezt a zseniális hangot, miközben ugrik. Igen, remélem lehetett hallani, hogy fingik egy nagyot. Tehát, hogy nem tudom miért. De akkor használjuk is ki az ugrást, ha már megadatták nekünk a lehetőséget. Ugráljunk, és meglátjuk, hogy mi van a pályán. Jól látom, erre kell jönni. Persze, kétlem, hogy jól látnám. Itt van ilyen... suvintások a lábammal. Lépni egészen tűrhetően lép. És még talán még a hangeffekt is. Se jó. Na, jó van. Hú, vagy a kiárat egyáltalán, most már nem tudok. Mozogjál már! Azt mondja, hogy ott a kiárat.
akkor én még rossz feljöttem. Mit csinálsz? Amúgy tényleg 3D, de valami hihetetlen dolgokat kapunk. Aztán egyszer még dubsteppelt is nekünk a srác, ami zsákutca. Amúgy egyébként gyűlölöm a labirintusokat, tehát hogy... Nagyon. És miután már tudjuk, hogy hol van a helyes út, átmehetünk a célon. És nem győzök panaszkodni ezekre a játékzenékre. Ez is ismételgeti egymást. És nézzétek már, hogy megy ez a falnak. Komolyan, ha rámászik a falra. És a kívüli szolgásos játékgrafika, finish, újra lehet játszani ezt is, nem akarom újra játszani. Mi ez? Lószart se látok. Úristen. Ne! Nem! Nem! Mit csinálsz? Az ott mi? Kerüljünk meg a pályát, ez nem jelent is. Meg lehet ezt kerülni? Persze meg lehet kerülni. Szerintem meg lehet kerülni. Nem tudom. Nem lehet. Kár, pedig nagyon szívesen megkerültem volna. De mi lesz? Ha most trükköznénk az, hogy felmászunk a toronyba és a toronyba. Hát lehet. Fölmászok a toronyba egyszer. Valahogyan. Persze. Persze, ilyen irányatlan lószarral nem lehet fölmászni a toronyba! Úristen, mi ez? Csak meg kéne fordulni. Nem le föl! Most oldalra. Most erre az oldalra. És így föl. Uhú. Nem, a fara. Te köcsög! Ezt pedig nem fogom tudni megcsinálni, tehát nem csinálom meg! Tehát a játék összegezve, van egy ember, akinek rászartak a fejére, a grafika ocsmány, mert az ember körül, egyébként a pálya az a lényegében nem. Az irányítás az van borzalmas, a hangeffektek bénák, az eső végül is egészen jó még. És nem győzök, de legalább nincsenek More Games feliratok. Azok nincsenek. Hatalmas előny, hogy nincsenek More Games feliratok. Viszont ezeket megmutatom, hogy csak értékelni. Nem fogom értékelni. És toplista van. Ezeket gyűlölöm. Mélységesen. Tehát ilyet nem szabad. Tehát vannak jó játékok, amiket ezzel csesztek el, hogy állandóan azt akarja, hogy értékeld. Meg ilyesmik. Hát tudnék most mondani néhányat. Mondjuk nekem a Modern Combat 5 a Gameloft-tól. Na az állandóan azt kell, hogy értékeljem. Amúgy jó kis játék, de azért öltek meg többször, mert... Értékel. De nem akarom értékelni, mert... Szeretek értékelni játékokat, tehát... Én csak bemutatom a szarokat. Hát ez szar. Na. Csöpp.